Ronnie Chaveznek az a mondata mindig megfogott engem, hogy Isten egy imádójához is eljön. És amikor nem volt dicsőítő zenekar, mert volt egy szakadás a gyülekezetben, akkor Abigaillel elkezdtük a Dávid sátorát, és nem volt itt senki. És mindig erre az egy mondatra gondoltam, hogy Isten egy imádójához is eljön. És amikor én megtértem és újjászülettem, én nem jártam gyülekezetbe, de otthon imádtam az Urat. Akkor alakult ki a hang, ami most már hallható. És minden este letérdeltem. A szomszéd annyira nem örült. Zörgetett nekem, mert nem tudott aludni tőlem, mert ez általában késő este volt. És az nagyon keveset imádkoztam. Csak elmondtam, hogy mi kellene, mire van szükségem. És utána csak énekeltem. Csak énekeltem. És akkor rájöttem, hogy az imádata sokkal több, mint csak egy ének. Az imádata sokkal több, mint hogy kialakuljon a hangom. Az imádata sokkal több, mint hogy átzörgessen a szomszéd. És már akkor, friss keresztényként, még semmit nem tudva, egy imádó oltár kialakult. És olyan érdekes volt, mert Isten minden kérésemet meghallgatta, pedig nem volt az imám olyan, ami ennek lennie kellett volna. De az imádat a legerősebb fegyverünk. És tudjátok, az imádat az akkor is működik, amikor nem érted Istent. Imádod őt, nem kell értened, hogy mi történik. És az imádat az azért annyira erős, még erősebb, mint az ima, mert mi zajlik most a mennyben? Ima zajlik, vagy imádat? Az imádat. És amikor le akarjuk hozni a mennyet a földre, és imádjuk az Urat, akkor pont azt csináljuk, amit az mennybe az angyalok. És ilyenkor lehozzuk a mennyet a földre, és a menny illata érezhetővé válik a lakásodba, az életedbe. Bárhol jársz, egy oltár leszel, amin áldozatok vannak. Csodálatos a mi Urunk. Szeretjük őt nagyon erről a helyről. Legyen a te életed is egy oltár, és ebbe fog neked segíteni ez a műsor, ami sokkal több lesz ettől. Megmutatja neked, hogy nem kell az imádatot bonyolultá tenni. Nem attól lesz az imádat, hogy mennyire meg van hangszerelve, hanem az imádat a te szíveddől lesz imádat. És ha te egy oltár vagy, akkor az imádat mellett áldozatok is lesznek rajtad. És amikor megfizeted az áldozatot úgy, mint Ábrahám, akkor egy igazi oltárrá válsz. És ezért várunk téged és titeket holnap reggel, az Isten népe ébresztő után várunk titeket, hogy az imádó oltárok felgyulladjanak itt Európába. És az én szívemen már nem csak Magyarország van, hanem az én szívemen Európa van. És hogy fognak égni az oltárok, az angyali tevékenység nagyon meg fog nőni ezen a kontinensen is. Úgyhogy várunk titeket holnap reggel, hogy legyünk oltárok, legyen ez a kontinens egy oltár Isten számára. Tudja megcselekedni Európába, ami el van tervezve. És te ebbe egy oltár leszel. Úgyhogy az Úr áldjon meg titeket, mindenkit.